kamerákkal. Kérdeztük, hogy nincs kise. Megy már? Megy már, benne vagytok. Rajta vagytok a tekercsen már. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Csak egy kávé műsorra meghívottunk ma Kolcsár Jocó és Barabás Árpád Freddy. Kávét, gondolom isztok. Hát hogyne. Remélem is. Egy rövidet, mert szívinfraktust kapunk. Igen. Hosszú, most jöztek próbáról. Jó, hosszú volt a próbátok, ahhoz képest, hogy az előadás 1:20. Igen, nem jó, ment jó. Jó, két órát vártam rá. Nem ment? Szarul ment? Mikor játszátok utoljára az előadást? Amikor játsztuk, elég rég, ugye? Ami nem olyan nagyon-nagyon rég, de... De nem is olyan. Kézdi egy hónapja kb. Igen. Kézdi? Egy hónapja játszátok utoljára? Hát az elég rég. Igen, csak nehéz építkezésű előadás, tehát ilyen... Ő mond. És hogyha valahol... Otthon már nem is volt időtök próbálni, amit itt próbáltatok? Ne, hát itt próbáltuk. Mm. Otthon már elkezdtünk egy másikat próbálni, amit szintén Freddy mit rendez. Mit? Ezt láttam, de várjál, még mielőtt ebbe belemennünk. Mi van, hogy udvartér teátrum? Igen, ezt azért jó lenne tényleg. Ez azért is jó, hogy engem is hívta, hogy én ezt elmondhassam. Hát ez egy hívtalak, hogy erről beszéljek kicsit. Tehát, hogy a Kézdivásárhelyi Színház új neve udvartér teátrum, vagy udvartér teátrum Kézdivásárhelye, ahogy jobban tetszik. De hogy megszabadultunk ettől az úgynevezett névtelenségtől, ami ugye a Városi Színház volt. Uh-huh. És akkor a múlt hét végén volt ugye egy ünnepségünk, ahol egy egésznapos rendezvénysorozattal úgymond átneveztük a színházat. Volt egy új bemutatónk, Hadházi András rendezett egy előadást, amit csak erre a célra íródott, tehát a színészek írták az ő kérdéseire válaszolván. Ez miről szól ez az előadás? Ez be van rengeteg kérdés feltéve, amire nincs válasz adva, de a sok kérdés egyszer csak olyan sok lesz, hogy lassan a válaszok is úgymond megszületnek. A színházom 10 évéről szól. Az a címe, hogy az ünnep, és arról szól, hogy milyen színházat csinálni Kézdivásárhelyen. Ez nagyon sokféle szemszögből hagyomány, támogatók, színészi hozzáállások, lehetetlen helyzetek. Tehát hogy így egy ilyen, nem is tudom, Freddy látta, neki is tetszett, vagy nem tetszett? De igen, tehát aki Hadházinak az előadásait ismeri, az annyira nem lepődött meg. Hát elsősorban nyilván azt, hogy milyen színházat csinálni egy kisvárosba, ami jelen esetben Kézdivásárhely, hogy gondolják, hogy kéne színházat csinálni maguk a játszók, meg mik a közönség reakciói. Egy ilyen érdekes, interaktív dolog, aminek ünnep a címe. És ez volt az egyik momentum, de lelepleztünk egy új névtáblát, ami gyönyörű szép lett, ami felkerült a színházra, és van új honlapunk, mostantól úgy kerestetek minket, hogy... Még mindig Kézdivásárhelyi Színház. Igen, mert kértem a változtatást, és a Facebook nem úgy hagyja jóvá, hogy egy nap vagy két nap alatt, hanem hosszú ideig ülnek rajta, hetekig is állítólag. Talán az irodában, és azon gondolkodik, hogy vajon ez jó-e, hogy udvartér teátrum lettetek? Hogy akartam fizetni egy hirdetést, tehát hogy fizetsz, tudod-e a Facebookon, hogy fizetős, és nem hagyták jóvá, mert hogy valamit el akarok adni, vagy valami ilyesmit írt ki, közben az ünnepséget akartam úgy hirdetni, hogy jusson-e több emberre. Úgyhogy ez még várat magára, de a honlapunk az tényleg, az már van, udvartér teátrum. Tehát akkor magyarán innen megszűnt a Kézdivásárhelyi Városi Színház név? Csak a név szűnt. A név az megszűnt. A név átváltozott udvartér teátrumban. És milyen kézdi színházat csinálunk? Ezt kérdem tőled is, Freddy, mert te is dolgoztál ott. Hát tőled is kérdem egyébként. Én nagyon szeretek kézdi színházat csinálni. Tehát, hogy ugye ez most már a harmadik előadás, amin együtt dolgozunk. Én valami olyasmit találtam meg kézdin, ezt ott nálunk az ünnepségen is elmondtam, ami az én, hogy mondjam, ami az én színház csinálási képemhez nagyon közel áll. Tehát ott
ott nagyon-nagyon kevés minden van, de pontosan elég ahhoz, hogy ott jó dolgokat lehessen csinálni. Ugye a legkisebb költségvetésű színházról beszélünk, uh-huh. nincs állandó társulat, uh-huh. gyakorlatilag egy projektszínházként működik, de ez, tehát mindez, amit esetleg lehetne, hogy mondjam, tehát hátránynak felvázolni, ez bebizonyosodott. Bocsáss meg, valamiért leállt a kamerám. De most már megy. Ez tulajdonképpen bebizonyosodott, hogy igazából ez az erénye, tehát hogy mert is remélhetőleg ma este majd a tisztelt nézők meglátják, hogy ez egyáltalán nem szegénységi bizonyítvány az, hogy mondjuk nincs annak a színháznak csak negyed annyi költségvetése, mint egy átlagos aha. városi költségvetésű színháznak. Hogy mondjam, tehát egy ilyen emberkének, mint amilyen én vagyok, ez... Na, azért most nem szeret minket ez a kamera, hagyjuk. Ez egy áldásos helyzet, mert hál' Istennek, Jocónak élvezem azt a fajta bizalmát, hogy azt viszek oda, akit én szeretnék, uh-huh. tehát azokkal az emberekkel dolgozok, akikkel én szeretnék. Uh-huh. És hát igazából ott semmi egyébben nem lehet foglalatoskodni, csak azzal, amin éppen dolgozol. A város erre abszolút alkalmas. Én nagyon-nagyon szeretek ott lenni. Tehát ezt Gyergyóra is mondják. Igen, Gyergyóra, itt is csináltam 10 évig, úgyhogy. Csak van állam még van, vagy 7 éve, ez is utána változ. Baróton is lesz színház. Nekem van még 7 éve. Keresztúr, Barót, még most. Igen, még jönnek se. Kovásznas. És Jocó, milyen színházat csinálni kézdeni? Hát nem olyan könnyű, mint amilyen könnyedén itt most beszélünk róla. Tehát most, mint vezető mondom, hogy nagyon-nagyon sok egyeztetést és sokkal többet igényel, mint egy nagy színházba szerintem, mert hogy, mint tudom, egy vagy két ember van arra, hogy ezeket mind megoldja. Tehát van egy művészeti igazgató, aki vagyok én, és van egy művészeti titkár, aki Dacó Zádor, aki közben játszik, közben rendez, közben színjátszókkal foglalkozik, közben sofőr, beszerző, és én ugyanez, tehát én ugyanezeket is. És akkor így nem olyan, azt mondom, hogy nagyon könnyű, viszont nagyon kellemes. Tehát, hogy most így az Udvartér Teátrum, én is ahogy elmondtam már pont a múlt hétvégén, hogy így Fredivel közösen is valamit megtaláltunk, tehát valami olyan vonalhoz segített hozzá, vagy olyan célkitűzésekbe erősített meg Freddy a rendezéseivel, és ezekkel az előadásokkal, ugye a művészetet csinálta meg, a Grönholmot, amit ma játszunk uh-huh. itt nálatok, ami mind megerősített abban, hogy mi kb. Milyen vonalon megyünk, hogy milyen vonalon megy ez a színház. Tudod, hogy ne akarjunk hasonlítani senkihez, ne akarjunk nagyobbnak tűnni, mint amekkorák vagyunk, azt viszont akarjuk mindenképp jelezni, hogy mi vagyunk, és ekkorák vagyunk. És ezeket a stúdió jellegű előadásainkat erősítjük. Ugye projektszínház vagyunk, tehát nem az van, hogy van állandó társulatunk. Azért van egyfajta visszajáró mag, tehát hogy ott van Lung László Zsolt, Jó Magam, Márdi Rossz Ágnes, akik szinte folyamatosan vissza-vissza járunk, Kis László, nehogy elfelejtsem, és akkor így csak van egy ilyen társulati feeling azért. Igen. Na, tehát hogy mi már így ismerjük, és már játsztunk együtt, és nem csak Freddynél, hanem más előadásokban is. Tehát izgalmas, nehéz, de ugyanakkor nagyon vagány. Uh-huh. Nagyon vagány. Nagyon szeretem én is. Nagyon szeretem mindenféle szempontból. Legkevésbé lehet pont igazgatóként szerettem a nézetet, hogy... De te egyébként közben dolgozol még Szentgyörgyön is. Igen, én Szentgyörgyön vagyok alkalmazásban, főalkalmazásban. Ez még rátesz az egy kópot a hátadra. Mármint úgy értem, hogy emiatt neked még nehezebb egyszer két dolgot csinálni. Igen, és remélem, hogy mit tudom én, bocsánat, hogy nem nézi meg ezt a műsort, mert akkor ma se kapok fizetést. Tehát, hogy ez olyan, tudod, hogy sokszor úgy vagyok, tudod, hogy nem tudom, hogy melyik nap mi van. És amikor egy kicsit szabad vagyok, szaladok ide, és akkor amikor úgy tűnik, hogy szabad vagyok, és mégse, akkor telefonálok, hogy akkor mégse. Tehát rengeteget egyeztetünk most például ezzel a próba, az új próba folyamattal is, hogy úgy tűnik, hogy az ember szabad, és mégse. De hát ez minden színházban gondolom egyfajta probléma. Nekem annyiba csak, hogy én két színháznál vagyok
és eléggé mind a kettőn is igénybe vagyok véve. Hát ez azt hiszem, hogy ez erdélyi sajátosság, tehát hogy itt a színházi logisztika, az, hát nem akarom azt a kétintű állatnak a segét emlegetni, ahol szerintem leledzik, tehát ez, hát na, nem kell. Nem kell erről beszélni, többet lehet. Most fogsz dolgozni megint kézdin? Igen. Mit csodát? Szabad tudni erről? Igen. Van egy német eredetű íróbácsi, Paul Portner nevű, annak van egy Hajmeresztő című krimie, ezt csináljuk mi, hát gyakorlatilag szilveszterre készül, csak nekem ez az időszakon volt szabad, tehát most csináljuk meg az oroszlán részét, és aztán még majd javítgatunk rajta. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes interaktív játék, nagy színpad, én se csináltam még ezt a műfajt, úgyhogy elég izgalmasnak néz ki. Uh-huh. És ez már a kézdihez viszonyítva szuperprodukció, mert hat embert kell összelogisztikálni. Eddig 3-4 emberes előadások, ez most már... A megaprodukció. Ez a megaprodukció, igen, tehát ez 6 ember, ez fú, derekasz. De egyébként ilyenkor, tehát a színészek úgy keverednek mindig össze, hogy jön egy rendező, és akkor ő hoz embert? De igen, hát általában azért Fredinek is, de mindenkinek el szoktam mondani, hogy azért van két vagy három olyan ember, akit nagyon szeretném, ha használna. Lung László Zsolt, Kis László, és amikor én ráérek, akkor jó magam. De azon kívül soha nem nincsenek kikötéseim, hogy kit hoz, kit nem hoz. Hát olyat szoktam mondani, hogy az, mit tudom, Kulkát ne hozza Pestről, mert aztán nehéz lesz játszani az előadást, mert még lehet, hogy próbára valahogy megoldjuk, eladjuk az autónak a mikrobuszát, és akkor kifizetjük, de utána nem tudjuk játszani az előadást. Igen, de valahogy ebben van fantázia, tudod, hogy persze a színház vezetők erre nagyon nehezen reagálnak, mindenki valahogy védi a magáét, hogy nehogy elmenjen, nehogy. De hogy közben ez lenne pont a lényege, hogy van egy ilyen projektszínház, ahol lehet vinni embereket. Hát visülnek, a színészek is ilyen. 50 kilométeres körből viszünk meg. Tehát hogy azért is, hogy ne produkciót ne nyírjuk ki, miközben még el se készült, hogy nem lehet egyeztetni. De hogy szerintem ez nekem mindenképpen nagyon jó most, hogy rendezgetni járok, de hogy színészként is, hogy egy színésznek sokkal jobb, hogyha kirepül, ugyanazt a tapasztalatot hazaviszi. Tehát, igen, ezt mondom, hogy az egy kicsit friss. Nagyon be lehet savanyodni, tehát hogy... Engem mikor hívsz kézdire? Igen, azt akartam mondani, hogy téged is akartunk hívni, csak tudjuk, hogy csinálod ezt a műsort, hogy ez nem nagyobb van idő, de sokat vág azért ez a műsorvezető. Hát vagy csinálok egy ilyen trélert az előadásnak. Ilyen, igen, hát csináljás, ha jó lesz, akkor tényleg lehet, hogy eljöhetsz. De igen, még azt akartam mondani, hogy ez az egy áldásos helyzet, hogy mondjuk a kézlásáin ugye az Udvartér Teátrum plusz a Vigadó az egy épületben, és hát mind a kettőnk az igazgatója színész, tehát ez egy szerencsés, szerencsés együttállás, és nem is akár milyen mind a kettő. Mm. Tehát, hogy, ez ja, mert hogy Zsoltika a Vigadónak, ugye Jocó a színházban. Ki tudtok egyezni néha hogy a programokból? Tehát, hogy... Há, igen, hát mindenképpen. Zsolt is, mint színész, pont amit Freddy mond, szerintem abba tényleg van, az benne van, hogy Zsolt is érti, hogy mit jelent, mit tudom, egy produkciót végigcsinálni, és én is értem, és akkor ilyen szempontból tényleg kiegészítjük egymást, és nem, tehát nem egy... nyugalmazott magyar tanár hívta el Fredit, csak akkor Freddy ott kell értetlenkedjen vele, hogy akkor ő ezt hogy látja, hogy nem látja, hogy érted? Tehát, igen, hogy, igen, tisztom. És teljes bizalma van amúgy tényleg Freddybe, mert hogy nem csalódtam sem benne, és ugye főleg, hogy benne is voltam a produkcióban, és láttam, hogy dolgozik, és hogy ez mennyire jót tesz az ottani csapatnak, tehát mindenkinek. És főleg aztán boldog voltam, hogy neki is mennyire jót tesz, vagy hogy azt szoktuk mondani Freddyről, hogy Freddy tulajdonképpen az Udvartér Teátrumnak, Kézdivásárhelyi Színháznak az egyik nagykövete, érte? Tehát, hogy ő megy még ide-soda, és akkor mindenhol elmondja, hogy azért figyeljetek oda is, mert ott is kurva jól lehet dolgozni, és nagyon vagány. Na, és ilyen szempontból, igen, de hogy ez, hogy mondjam, ez a saját döntésem, mert én tényleg valami olyasmit kaptam Kézdin, amit egyébként nagyon ritka. Tehát, hogy én is dolgozok színházba, itt-ott, de hogy elég sokszor ütközünk nehézségekben. Játszani hát, fogsz a... játszani valahol közben? Igen, én nagyon remélem, hogy eljön, és játszik is, és azt én rendezem meg, mert akkor végre visszatok adni egy-két dolgot. Egyelőre engem színészként nagyon nehéz egyet. Orzalom jól. Még így ki tudok, tehát 3 heten van, de hát tudom. Nem, meg hogy az a jó, májusban hogy... Májusban ne vigyétek el, légy szíves, mert hozzá kell rendezni. Igen, hallottam. Meg hogy igen, hogy nyilván Jocó felkért volt engem ilyen,
tehát hogy ilyen művészeti tanácsadó félének, tehát hogy én is nyugodtan, tehát olyan módon, hogy én is rengeteg embert ismerek, rengeteg emberrel dolgozok, tehát hogy akit úgy látok, hogy ebbe be tudna illeszkedni, tehát hogy felfogja, hogy ez egy ilyen színház, hogy itt kevés emberrel, kevés pénzben. Megfizethető, nem akar, megfizethető, mert tehát, hogy Freddy se nem tudom milyen oltári összeget kérje el hozzánk dolgozni. Aki ebbe benne van, és aki ezt a dolgot úgy látja, hogy ő ezt szeretné, akkor én nyilván megpróbálom csinálni. Ajánlottál engem Majocónak? Téged nem ajánlottalak, de mostantól, hogy fel is vettél YouTube-ra, hát Gábor, meg jöhetsz! Egyébként edzettem Majocónak, ez soha nem érdekelte. Tehát, hogy értem én egyébként. Csak... Próbáljuk, hát hogy mondjam, bővíteni, tágítani a csapatot. Most is bővültünk, ugye ebbe a produkcióban már két olyan ember is dolgozik, aki még nem dolgozott soha életében Kézdivásárhelyen, és ez nagyon jó. Tehát, hogy nyilván ennek logisztikailag sokkal bonyolultabb ennek a rendszere, de például az, hogy két intézmény van egy épületben, itt működik a leggördülékenyebben. Én magam is egy olyan színháznál vagyok alkalmazva, ahol hát nem tudom, néha hát a kultúra locsan ki az ablakon, mert annyi kultúrát mi akar mindenki csinálni, hogy egyszerűen képtelenség ott már lassan bármit csinálni, hogy ne zavarjuk egymást. Itt meg két értelmes ember valahogy úgy tudja csinálni, hogy mondjuk nem kell a népi tapogást egész nap hallgatni, meg a... nem tudom, úgy, tehát a gardonyok... Ne utalja direktem, erre hazamész meg, mert... Nem, ez képtelenség néha, ami van, tehát... Értető persze, de hát ez mindenhol így van, mert hogy mindenkinek a lenne saját épület, én dolgoztam akkor... itt is, tehát azért persze. Itt is tapogtak a fejünk fel. Hát most gondolod, hogy ők is ugyanezt gondolják, hogy az a sok színész, hogy fenn milyen túrót csinál, de végülis nekik is igazuk van. Persze, tehát valami. Mindenki csinálja a kultúráját, csak valahogy ne zavarjuk egymást. Hát több helyre lenne szükség amúgy például mondjuk Kézdivásárhelyen, mert ugye most egy picit azért beszélünk olyan sokat Kézdiről, mert most Kézdivásárhelyről érkeztünk és őt képviseljük, de az a lényeg, hogy ott is például azért nekem van olyan tervem, igényem, álmom, nem tudom még minek nevezzem, hogy legyen nekünk egy olyan helyünk, ahol tényleg sose bántanak minket. Mert van olyan hely, tehát létezik maga a hely, létezik, csak éppen oda nem nagyon tudunk bejutni. És létezik még egy hely, amire pályáznék, csak oda meg már más is kezdett pályázni, de van tervben még egy, tehát épül egy úgynevezett művészeti központ állítólag Kézdivásárhelyen, és ott abban a központban is talán találnék egy olyan zugot, ahol mondjuk csak a színház lehessen. Tudod, mert azért tényleg van olyan, hogy Zsoltnak is van kötelező program, tehát amikor mi főpróbázunk, és jön a nem tudom, XY licom, és azt mondja, hogy maturándusz van egy hétig. Mert Kézdivásárhelyen a két fontos esemény van a gyerek életében, az az egyik a maturándusz, és a másik azt hiszem a nem tudom, gyertyavívés, vagy a 48-as forradalom megünneplése, de a maturándusz az mindent visz. Tehát az fontosabb, mint egy esküvő, vagy nem tudom, tehát hogy olyankor egy hétig próbálnak a diákok a színházba, tudod, csak akkor nem tudsz dolgozni, vagy, és ezen tényleg nem akarok én senkit bántani, mert ez van, ezt el kell fogadni, csak ilyenkor tényleg mi is nagyon-nagyon megakadunk, tudod. Nem beszélve, hogy még egyeztetni kell. És akkor, hogy lenne egy olyan tér, ahol azt mondanám, hogy na ide bejövünk, s itt hagyjunk mindent, s ugyanide visszajövünk. Tehát például a Kézdin tudna lenni egy ilyen stúdió, ami itt van, az Isten fizessen. Oh. Igen. Mert ugye az előadások jó része az kis terű, tehát hogy meg ez nem is baj. Tehát, nem is baj, nagyon megszerették. Közönségetek milyen? Egyre inkább veszi ezeket a stúdió előadásokat, tehát nálunk most már szinte ha négy bemutatónk van mondjuk egy évadban, átlagban négy bemutatónk van egy évadban, akkor a négyből három stúdió. Tehát kötelező módon a szilveszteri nagy termi csak. A többi az persze én döntöm el, hogy milyen legyen stúdió-e vagy nagy termi, de ugye mivel ilyen kevés szereplős előadásokat csinálunk, ezért általában a szövegek meg az egész olyan, hogy inkább a stúdió tért igényli, mint sem egy nagy színpadon két színész ott egy minimalista díszletbe. Tudod, csak akkor ilyen szempontból, de nagyon szereti a közönség most. Igen, tapasztalat az, hogy ugye nem kell segre pacsit csinálni. Tehát, hogy például a művészet is, meg a Grönholm is, azok az előadások, amikre
tehát hogy jönnek csőstől. Uh-huh. És az egyik előadás, hogy mondjam, tehát nem olyan könnyen emészthető. Tehát nem az a fajta, hogy most akkor... Igen. Júci mekkora... Nem népszínű. Nem bohózott, nem izé. Uh-huh. Tehát kell benne gondolkodni is, meg, de hogy lehet így ötvözni, hogy közönség maradjon, nőjön. Hát igen, mi sem bizonyítja jobban, hogy a művészetet bérletbe játsztuk a Szentgyörgyön, a Szentgyörgyi bérletbe, és van nagyon-nagyon sok esély arra, hogy a Grönholmot is az idei évadba beteszik bérletbe a Szentgyörgyön. Jaj. Tehát azért ezek mind azt bizonyítják, hogy Szentgyörgy azért, azt tudjuk, hogy Szentgyörgy azért bármit nem hív el bérletes eladásaként. Főleg aztán kézdíjról nem hív el, mert oda aztán tényleg semmi érdeke nincs. Uh-huh. Tehát nem az van, hogy Bocsárdi nekem akar nagyot kedveskedni, hogy eljön az eladást, hanem egyszerűen jó az eladás, tetszik, azt mondja, jó, jöhet fel. Ha meg most reggel megy turnézni az előadás, úgyhogy... Igen, megyünk most Magyarországra, Gyulára, megyünk Szatmárra. Tehát innen már egyenesen megyünk. Igen, megyünk tovább. És miért sok meghívás? Este ugye Grönholm van, miért Grönholm? Hát Isaias Grönholm módszere. Ez miről szól? Ez arról szól. Hát maga a darab, ez egy fiktív történet, hogy Isaias Grönholm, de hogy darab maga arról szól, hogy szerzőbácsi Madridba talált egy kuka mellett egy ilyen multicégnek a versenyvizsgájáról kidobott papírokat, ahol benne vannak azok a jegyzetek, amiket a vizsgáztatók készítenek a versenyzőkről, hogy tudják őket beazonosítani. Uh-huh. És hát ott elég szép kifejezések vannak, ilyen nagy csöcsű, hülye kurva, meg ilyenek vannak, tehát ahogy kövér szemüveges, sápad, balfasz, tehát minden, ami ilyen bizalom növel. És tulajdonképpen ezekből írt egy darabot. Ez egy filmcímnek. Volt szereposztás, volt materiál bajuszos, balfasz, nagyképű, hülyes, viccel. És ebből írt egy darabot, tehát egy fiktív cégnél egy utolsó versenyvizsgára hívják be az utolsó négy jelentkezőt. Uh-huh. És hát gyakorlatilag arról szól, hogy meddig vagy hajlandó elmenni egy állás, azért, hogy megkapja egy állást. Különböző feladatokat kapnak kintről, és hát gyakorlatilag azt mérik, hogy kiesik ki. De nagyon érdekes történet. Van nekünk ehhez elég sok viszonyunk, nem pont így, de hogy én például a castingoknak a izéjét is megnézném, amikre mi színészként el szoktunk mm-hmm. járni. Igen. Tehát nem. Hogy ott utána, amikor kimész, tudod, hogy mondják, hogy... Bazd meg ez a arrogáns szakállas köcsög. Gyergyói, izé. Bazd meg ez az erdély, nem milyen tudja levetkőzni a falu. Megnézném én. Biztos én is. Na, hogy pisztácia héjba erről szól, de hát reméljük, hogy leverik az ajtót, annyian lesznek. Na jó, hát annyian lesznek, amennyi befér. Hát amennyien befér, de hát, hogy annál viszont nem szerintem azt, én ahogy hallottabb. De hogy nézik itt az előadásokat a kolokviumon mindig. Igen. Valahonnan előkerül a közönség. Persze, mindig előbb újra. Rejtett bugyrokból. Igen. Na jó, hát akkor nektek a kézművásárhelyi udvartér teátrumhoz jó sok sikert. Köszönjük szépen. Estére meg nagy hajrá. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt lehettünk a YouTube-on. Mondjunk valamit együtt. Mit? Egy kórusban, mert ezt úgy szeretem. Mit? Hát, hogy tudom, hogy szevasztok vagy valamit. Sziasztok. Három ésre. Sziasztok!